Több helyszínen zajlik a kivitelezés az Alaerdő ZRT területén a kisvasút hálózaton. Némely helyszínen, mint például Kistolmács határában nem árt az odafigyelés a közlekedők részéről. A MURA program keretében valósul meg a beruházás. Két helyszínen zajlanak vasúti építési és felújítási munkálatok. Az egyik Kistolmács határában, ahol a vasúti pálya hosszabbítása történik, egy kilométeres hosszban. Jelenleg a földmunka építés fázisában tart a kivitelező. A kivitelezői szerződés szerint a kistolmácsi vonal hosszabbítás jövő év, 21 év májusában fog elkészülni. A törösznyeki vonalfelújítási szakaszon pedig szintén jövő évi határidővel kötetett szerződés. Mind a két munkaterületen gőzerővel folynak a munkálatok. Több mint 400 millió forintos beruházási értékű fejlesztésről van szó, megközelítőleg fele-fele arányban kerül finanszírozásra a két programelem.